Köszöntöm nézőinket, friss napszemle kezdődik. Lássuk a fontosabb mai témákat. Sajnálja, de tiszteletben tartja a Bagocsi Brothers döntését az önkormányzat, a nagy színpadi koncert viszont nem marad el. Gyergyói vállalkozók és vállalkozás indításában gondolkodók számára szerveznek konferenciát. December 11-én ismét az urnákhoz szólítják a lakosságot, addig szigorú szabályok szerint zajlik a választási kampány. Kis számú, de igen hangos közösség kreálta a nagyszínpadi koncert körüli botrányt, állapította meg Nagy Zoltán polgármester. Az előjáró sajtótájékoztatón beszélt a kialakult helyzetről, elmondta nem támogatást, hanem fellépti díjat kért a Bagocsi Brothers Company. A tanács által jóváhagyott tiszteletdíj az út- és járdajavítás idén költött összeg mindössze 0,5%-a lett volna. 10 nappal a rendezvény előtt ennél olcsóbb közkedvelt előadót biztosan nem találnak. Igen, kellemetlenül érinti a szervezőket a BBC visszalépése a városnapi koncertezéstől. Mint ismert, a zenekar közleményben jelezte, hogy nem fog fellépni december 5-én, tekintettel a jóváhagyott tiszteletdíj körül kialakult részben politikai indítatású felháborodás következtében. A 27 ezer lejes díjat sokalta a lakosság egy része a közösségi oldalakon. Leginkább az okozott felháborodást, hogy a BBC jelezte, egy profi hangkeverőre is kért támogatást az önkormányzattól, ezt a tiszteletdíjból vásárolná meg. Többen azt mondták, ünnepelni se kellene, amíg az utak, járdák állapota csapnivaló. Egy olyan hangulatot gerjesztett, melynek következtében sajnos a Bagocsi Brothers Gyergyószentmiklósi csapatunk, együttesünk, szívünk mélyén ápolgatott együttesünk nem tud fellépni, hiszen úgy, ahogy azt már korábban közleményükben megfogalmazták, nem kívánnak részese lenni ennek a lejárató hadjáratnak. Nagyon sok vélemény megfogalmazódott különböző fórumokon, és nagyon röviden szeretnék egy pár olyan dologra reflektálni, amely úgy ítélem meg, hogy negatív fényben tünteti fel az egész hozzáállást úgy az együttessel szemben, mint hogy a várossal szemben is, hiszen igaz, hogy kevesen, de feltették azt a kérdést, hogy akkor miért kell ünnepelni, és miért is van az, hogy ünnepelni akarunk. Hát egy egyszerű hasonlattal szeretnék élni, és pedig azzal, hogy úgy, ahogy minden családban a névnapot, vagy születésnapot, vagy bármilyen más olyan ünnepet megtartanak és megünnepelnek a családtagok, amelyet méltónak látnak a családra tekintve, ugyanúgy a város is meg kell ünnepelje a névadójának ünnepét, és meg kell ünnepeljük mi magunkat, közösségünket, és amikor ünnepről beszélünk, akkor természetesen úgy szeretnénk ünnepelni, hogy a legméltóbb módját adjuk meg ennek az ünnepségnek. Hasonló, tovább vívve ezt a hasonlatot, sokan feltették azt a kérdést, hogy akkor miért kell együttesre és helyi együttesre ugye költenünk olyan pénzeket, amelyet költhetnénk a városon belül infrastruktúrális fejlesztésekre, egészen pontosan, nagyon populista módon az útjavítás és járdajavítás költségtételét hozták fel. Ezzel is szeretném tájékoztatni a városlakókat, hogy a műszaki osztály kiszámolta, hogy az a keret összeg, amelyet az együttes fellépésére kívántunk szánni, az idén elvégzett út- és járdajavítási munkálatok 1%-át sem éri el, tehát mintegy 0,54, tehát 0,5%-át teszik ki annak az értéknek, amely útjavítás és járdajavításra volt fordítva. Nem kis feladat ilyen rövid idő alatt fellépőt találni, főleg a hideg miatt. Nagy koncert viszont biztosan lesz, bár nincsenek leszögezve a részletek, úgy tűnik a Republik fog fellépni. Tárgyalásokat folytatunk jelen pillanatban több együttessel is, de azt is el kell mondani, hogy 10 nappal a fellépés előtt, és félembe véve még azt is, hogy egy hideg szezonban egy külföldi együttes számára mindenképp nehéz körülmények között levő fellépésről beszélünk, és úgy néz ki, az körvonalazódik, hogy a Republik együttes együttérzésből vállalja el ezt a fellépést, hiszen elég jó személyes kapcsolatban állunk különböző együttesekkel, és minden kapcsolatrendszerünket megmozgatva most azon dolgozunk, hogy méltó színvonalú együttest tudjunk elhozni, de megfizethető is legyen a város költségvetésére, hiszen nem volt ilyen szintű költség előirányozva mostanik. Más változásokról is beszámoltak. A korábban meghirdetett programhoz képest jelentős változás, hogy nem pénteken, hanem vasárnap kerül majd sor a Jégkarnevárra. A korábbi évekhez képest a december 5-i események helyszíne is változik. A rendezvények helyszíneivel kapcsolatosan
A szombati főzőverseny változatlan helyszínen a Miron Krisztea sétáló utcában fog zajlani, és helyszíni változás történik a Szent Miklós érkezés, a seregszemle kiértékelője, illetve a fényjáték és a nagy koncert kapcsán, ugyanis a brassói útügy idén nem engedélyezte a főtér lezárását, és ebből kifolyólag a Mártonáron utca alsó felében, tehát a Szent Miklós templom és a főtér közötti szakaszon lesz az említett rendezvények helyszíne. Akik különböző terméket árusítanának a rendezvények alatt, azok hétfőig nyújthatják be jelentkezésüket a Városháza ügyfélfogadójába. A szervezők kiemelték, eddig elenyésző számú helyi vállalkozó jelezte kereskedési szándékát, félő, hogy főként idegenek fognak vásárfiát árulni a városnapok alatt. Az árusok egyébként a főtéri parkban kapnak majd helyet. A versenytanács elindította az árfigyelő elnevezésű online felületet. A weboldalról megtudhatjuk a szupermarketekben forgalmazott élelmiszerek állát, és összehasonlíthatjuk a különböző díjszabásokat. Így a vásárló a számítógép előtt ülve kiválaszthatja a számára legvonzóbb ajánlatot a www.monitorulprezurilor.info című internetes oldalra. Egyelőre a fővárosi nagyüzletek díjszabásai kerültek fel. Az árakat naponta vagy hetente frissítik. Úgy vélik, a weboldal fokozhatja a versenyhelyzetet, és akár árcsökkenéshez is vezethet. Gazdaságfejlesztő konferenciát tartanak Gyergyószentmiklóson holnap. 25 olyan téma kerül napirendre, ami fontos lehet a vállalkozóknak, de az olyan személyeknek is, akik vállalkozás alapítást fontolgatnak. Nem csak előadások lesznek, hanem kerekasztal beszélgetéseken adódik lehetőség az illetékesekkel szóba állni. A Hargita megye tanácsa is az Árbor Vállalkozók Szövetsége által szervezett eseményen a főbb témák a szakoktatás, keresztény vállalkozás, könyvelési újdonságok, faipari kutatólaboratórium, környezetvédelem, generációváltás a cégvezetések szintjén, cégalapítás, cégfelszámolás, csődvédelem, Magyar Nemzeti Kereskedőház közbeszerzések. A fiatalokra nagy hangsúlyt fektetnek. A tavalyi konferencián, amik elhangoztak, most már tudunk konkrét eredményekről beszámolni. A feladat az lenne, hogy feladatot adni a jelenlévőknek, úgy a politikusoknak, mint az intézményvezetőknek, hiszen azóta történtek változások, például helyi adókedvezményekről beszélhetünk, most be van vezetve. A tavaly csak a lehetőségről jó lenne. Ott hangzott el a konferencián először, ez úgy gondolom, egy pozitív előrelépés. De akárcsak az iskolákról például ott merült fel, hogy igen, jó lenne folytatni Gyergyóba a faipari osztályt, akkor fel volt függesztve, azóta folytatódott, most már arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk azokat a tanulmányokat felszerelni, hogyan kapnak támogatást, és ez is már egy konkrétum. És minél több ilyen dolog kellene elhangozzon, kérés, javaslat, ötlet, és feladatot adni az illetékeseknek, mert ha nem, akkor csak beszélgettünk. Tehát a harmadik konferencián is remélem, hogy lesz, és remélem, hogy azzal tudjuk kezdeni, hogy a tavalyhoz képest az ott elhangzottakból miket sikerült megvalósítani. Szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a fiatalokra, szeretnénk, hogyha minél többen eljönnének, és kapnának egy képet arról, hogy mit jelent vállalkozni, milyen problémákkal küzdenek a vállalkozók, ugyanis igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni a programok keretén belül is arra, hogy ezeket az információkat megkapassák a fiatalok. Hogyan kell vállalkozást létrehozni, hogyan kell különböző típusú vállalkozásokat létrehozni, akár fodrászmihelyet, akár autószerelőműhelyet, akár szépségszalont, bármit erre kapjanak, legyen lehetőségük kérdezni, hogyan kell különböző pályázati lehetőségek után érdeklődni, milyen pályázati lehetőségek vannak a számukra, vagy akár a másik oldalát is, ha valaki nem akar vállalkozni, akkor milyen lehetőségei vannak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, ugyanis decembert ugye változtak azok a támogatási lehetőségek, amelyeket a munkaadók kapnak a frissen alkalmazott fiatal munkavállalók után. Az előadók 5 perces témafelvezetőket tartanak csupán, az esemény második felében viszont személyes beszélgetésekre is lesz alkalom. Már 9 óra 30-tól lehet regisztrálni, azért, hogy a 10 óra előtti nagy tülekedést elkerüljük, akkor aki tud, nyugodtan jöhet hamarabb is, ott lesznek már előadók, ez az úgy, hogy lehet közben még beszélgetni, mielőtt kezdődne. A konferencia nagyjából 2 nagy részre oszlik. Az első része a témafelvezető előadások, amikor minden előadó nagyjából 5 percben bemutassa, hogy miről is tud ő esetleg részletesebb információval szolgálni. Majd a kávészünet után jönnek a műhelymunkák kerekasztal megbeszélések, amik
amikor minden érdeklődő ahhoz az asztalhoz ül le, amelyik téma érdekli, és ott tehet fel konkrét kérdéseket, ott beszélhet részletesebben arról a témáról, ami érdekli. Tehát ebből a szempontból nagyon jó, hogyha egy cégtől nem csak egy ember jön, mert akkor természetesen ő csak egy asztalhoz tud leülni, hanem akár többen is lehet hozni könyvelőt, munkaügyel foglalkozó kollégát, aki a fabeszerzéssel foglalkozik, bárkit, aki érdeklődik bármelyik téma után. A szervezők javasolták, a résztvevő vállalkozások vigyenek magukkal szórólapokat, katalógusokat, névjegykártyákat, ezeknek külön asztalon lesz helyük. Mivel a munkálatok egy évig is elhúzódhatnak, legkevesebb ennyi időre költözött el a Vizér a marosvásárhelyi repülőtérről. A marosvásárhelyi kifutópálya korszerűsítésének időtartama alatt a kolozsvári repülőtérről működteti marosvásárhelyi járatait is a társaság. A Kelet-Közép-Európában piacvezető Diszkont légitársaság, az egyedüli, amelynek menetrendszerű járatai voltak Marosvásárhelyről, szerdán közölte, hogy nem két hétre, hanem a munkálatok befejezéséig költöztette el járatait. December 11-én ismét az urnákhoz szólítják a lakosságot, addig szigorú szabályok szerint zajlik a választási kampány. A jelöltek legfennebb 60 bruttó minimálbérnek megfelelő összegből kampányolhatnak. Országszerte 6506 képviselő és szenátor jelölt pályázik, a jelenlegi 588-nál kevesebb, 466 parlamenti mandátumra. Egy képviselő 73 ezer, egy szenátor pedig 168 ezer embert képvisel majd a törvényhozásban. Idén ismét listás rendszerben történik a választás, vagyis a szavazópolgároknak pártlistákra vagy független jelöltekre kell adniuk a voksukat. 4 évvel ezelőtt egyéni választókerületes rendszerben történt a parlament tagjainak megválasztása. A törvény szigorúan szabályozza a kampányolást. Tilos az óriás plakátok, hirdetőtáblák, kampányzászlók, köztéri képernyők, fényreklámok használata, de nem szabad gépkocsikkal vontatott kampánypanókat sem használni, és az autókra is tilos kampányanyagokat ragasztani. A plakátok mérete legfeljebb 500x350 mm lehet, és csak az erre a célra elhelyezett plakátoló táblákon lehet elhelyezni. Tilos a román nemzeti színeket használni a választási plakátokon. Nem szabad pénzzel vagy egyéb javakkal megajándékozni a szavazópolgárokat. Nem lesznek kampányírószerek, sapkák, sállak, zászlócskák, gyufásdobozok, öngyújtók, bögrék, esernyők, szatyrok, esőkabátok. Tilos a kampány részeként szórakoztató eseményeket, ünnepségeket, tűzijátékot tartani. A kormány 227,7 millió lejt költ a parlamenti választás megszervezésére. Idén először audio és videófelvétel is készül, minden egyes szavazóhelyiségben a teljes nyitvatartás idején. A politikai elemzők és szociológusok szerint a december 11-i választásokon a szavazati joggal rendelkező állampolgárok mintegy 40-50%-a fog az urnákhoz járulni. Az urnáknál való jelenlét fokozatos csökkenése valószínűleg annak is betudható, hogy szétválasztották a parlamenti választásokat az államfőválasztástól. A listás szavazáshoz való visszatérés a nagy pártok rendszerének kedvez. Korábbi parlamenti választások tapasztalata szerint az alacsony részvétel kedvez az RMDSZ-nek, amely így könnyebben átlépheti a bejutáshoz szükséges 5%-os választási küszöböt. Ingyenes erdővédelmet kérhetnek azok az erdőtulajdonosok, akik 30 hektárnál kisebb területtel rendelkeznek. A Csolos kormány erre csekély összegű támogatási, úgynevezett minimis támogatási keretet hagyott jóvá. A kormányhatározat értelmében a 30 hektárnál kisebb erdőterületek tulajdonosai, magán és jogi személyek is ingyenes védelmet kérhetnek a tulajdonukra. A híradónak nyilatkozó erdőbirtokos azt mondja, jól jön a támogatás, főként, hogy az erdőterület védelmiért jelenleg kifizetett pénzösszeg ellenére továbbra is gyakori a falupás. Jó lenne mindenképp az ingyen őriznék az erdőt, az anyagiak miatt is, nem kell azt a pénzt kiadni, lehet másfelé is fordítani.
és a másik az, hogy a lopások miatt nem, hát ha nem lopnak annyira a fát. Maros megyében például csak nem 20 ezer hektár erdőterület őrizett le, mert a tulajdonosok nem tudnak őrszolgálatot fizetni. A kormány határozat értelmében a pénzt azoknak az erdészeteknek utalják, amelyek szerződésben vállalják ezeknek a területeknek az őrzését. Vannak tulajdonjogi problémák. Az őrszolgálati szerződések egy része ugyanis jogilag nincs rendezve, azaz nem a birtoklevelek örököseinek a nevén szerepel. Maros megyében például ezért a 4100 szerződésből 3000 esetében ismerjük el a tulajdonjogot, és ezek a személyek részesülhetnek a de minimis támogatásban. A minimis támogatása a 2016-2020-as időszakban közel 249 millió lejt szán a kormány. Számítások szerint ezt az összeget országos szinten mintegy 2 millióan vehetik igénybe. Újabb idegenbeli mérkőzés következik az Inter Gyergyó számára a teremlabdarúgó második ligában. A csíkszeredai Imperial Vetre egy könnyűnek ígérkező hazai találkozó vár. A bajnokság hetedik fordulójában a segesvári Protineret látja vendégül a gyergyóiakat. Az Internek igencsak jól jönne egy újabb győzelem, ugyanis a vasárnap esti ellenfelük azonos pontszámmal, jobb gólarányjal áll a bajnoki rancsor hetedik helyén, az Inter pedig épp mögötte. Amennyiben sikerül 3 ponttal hazatérni, a zöld narancsok akár a középmezőnyig is felkúszhatnak. A véletlenszerűen szedett antibiotikumok ellen hirdetett kampányt az Egészségügyi Minisztérium. Az akcióval az orvosi előírás megkerülésének hosszú távú veszélyeire figyelmeztetnek. Az antibiotikumok igénylésének törvényes módja így zajlik. A beteg benyújtja az orvostól kapott vényt, de sokan megkísérlik megszerezni az antibiotikumot enélkül is, és a statisztikai adatok szerint sikeresen. Erre léteznek kiskapuk. Ami a kórházakban történik, az csupán a jéghegy csúcsa, ami az antibiotikum használatát illeti. Ez 90%-ban a kórházon kívül történik, rendszerint az otthoni kezelésekről van szó. Azok azonban, akik a patikákban találkoznak az antibiotikumot igénylőkkel, azt mondják, a helyzet nem egyszerűen fehér vagy fekete. Szerintük vannak olyan esetek, amikor muszáj kiszolgálniuk a pácienst, akkor is, ha nincs receptje. Én most már tudom, hogy kinek adjak, és kinek ne adjak esetleg vény nélkül antibiotikumot. Mert ha egy ilyen foggal bejön, akkor biztos, hogy ki fogom szolgálni. Meg van a törvény megengedi, hogy hétvégén, szombaton, vasárnap, egy vagy két napra én adhatok vény nélkül. A híradónk által megkeresett farmakológus szerint rendkívül veszélyes az orvosi javaslat ellenére szedett antibiotikum. A következmények akár végzetesek is lehetnek, ezzel azonban nem néznek szembe a páciensek. Jó eséllyel olyan antibiotikummal kezeli azt a fertőzést, amire az nem fog hatni, de annál még nagyobb veszély az, hogy a baktériumoknak lehetősége nyílik az antibiotikumokkal találkozni és velük szemben rezisztenciát kifejleszteni, ami által később ezek az antibiotikumok hatástalan fegyveré válnak. A minisztérium kampányától azt remélik, hogy visszaszorul az ellenőrizetlen antibiotikum használat. A kampány keretében kisfilmet is készítettek, valamint álgyógyszereket fognak osztogatni, amelyek dobozára megállt a véletlenszerűen adott antibiotikumoknak szöveget írják majd. Mutatjuk röviden még egyszer a fontosabb témáinkat. Sajnálja, de tiszteletben tartja a Bagosi Brothers döntését az önkormányzat, a nagyszínpadi koncert viszont nem marad el. Gyergyói vállalkozók és vállalkozás indításában gondolkodók számára szerveznek konferenciát. December 11-én ismét az urnákhoz szólítják a lakosságot, addig szigorú szabályok szerint zajlik a választási kampány. Ez volt a Napszemle, reklám után a Hargita magazin következik, maradjanak velünk. Napszemlével holnap is jelentkezünk, nézzenek minket. Viszontlátásra!